A macska rúgja meg, a fene vigyel a lónak a pömpölőjét, tehát nem hiszem el, komolyan mondom, hogy sose sikerül ez. Jó van. Sziasztok, én Ricsi vagyok, és ez pedig itt a Metal Mozgalom egy újabb része. Sajnálom, hogy már egy jó ideje nem volt videó, sajnos ez a vírusosdi, illetve egyéb dolgok miatt így nem tudtam most videót csinálni, illetve készül egy interjú, már az anyag megvan, csak az egyéb munkálatok miatt én most nem tudtam még megcsinálni, de az is készülőben lesz, hogy kivel lett meg az interjú, azt most még nem árulom el, majd meg fogjátok látni. A mai videó egy kicsit érdekes lesz, mert még mindig Csongrád megyei zenekarról lesz szó, pontosabban zenekar, mivel hogy ez egy szóló projekt, azon belül is Magyarországon szerintem az egyik legkülönlegesebb, egy egyedi hangzásvilágú és nemzetközileg is elismert előadó ez az ember, viszont még mindig az underground világába tartozik, és egyszerűen nem tudom elmondani még mostadjára, hogy gyerekek, ilyen zenét, ti nem tudom, hogy hallottatok-e, de képzeljétek el azt, amikor benyomtok magatokba 20 darab ekit, elszítok 3 csóját, nyomtok még rá extazit, és még úgy 20 LSD-t még így rátoltok. Tehát érdekes hangzásvilág. Na jó, de nem csak vicceltem, nem kell itt komolyan venni. Ha tudtok szerezni, akkor adjatok már egy kicsit, kösz! Na jó van, viccet félretéve. A mai zenekar, vagy pontosabban projekt, amit be fogok nektek mutatni, az a makói származású Kátai Tamás által működte The Cataphalk zenekar lesz. És gyerekek, ne tudjátok meg, hogy ez milyen nehéz egy videó lesz nekem megcsinálni. Ne tudjátok meg. Na de kezdjük is a videó rendes részét. A The Cataphalk egy makói származású embertől Kátai Tamásnak a szóló projektje, amit 1998-ban alapított, és mai napig egy működő projekt, és hú, srácok, ilyen zenét nem minden nap fogtok találni, illetve hallani sem, ugyanis ez avantgárd black metal, illetve avantgárd népies hangzásvilággal keverve, és abban is van egy kis black metal hangzás, szóval ja, egy érdekes kombináció, viszont ez jobban mondva inkább a művészi vonalt kell itt figyelni. Ez egy olyan zenei világ, vagy hangzás, amit úgy tudnék jobban besorolni, hogy ha ti nem éreztek semmit, de tényleg semmi hatást a zene alatt, és itt nem kell drogokra, meg hasonló társadalmire gondolni, hanem ha semmit nem éreztek a zene alatt, egyetlen egy szám alatt, akkor ti nem értitek a szám lényegét, illetve nem tudjátok átérezni a hangzását. Mivel hogy a The Cataphalk egy olyan hangzásvilágot hozott létre, hogy egyszerűen nincsenek hozzá szavak. Az a gond, hogy valamilyen érzést egyszerűen generálni fog nektek a zene. Boldogságot, szomorúságot, honvágyat, de még lehetne sorolni. Egyszerűen tök mindegy, valamilyen érzést ki fog váltani belőletek. Hogy miért, azt majd ti döntsétek el. Én még mindig keresem az államat, és mi ez a hangzásvilág, illetve a honvágyat szokta kihozni belőlem. Tehát igen, elég durva egy zenei világa van, viszont aki valamilyen szinten vevő erre, annak tudom ajánlani, de tartsatok velem, és bemutatom rendesebben ezt a zenekart. Na de hát akkor kezdjük is. A zenekar, mint mondtam, 1998-ban alapult, és ez egy testvérpárnak a projektje, de már manapság már csak Kátai Tamás csinálja ezt a projektet. Az első albumuk, pontosabban demójuk 1999-ben jelent meg, aminek nem fogom kiejteni a nevét, ide szépen leírom nektek, mert az angol nyelvtudásom még mindig a katasztrofális, és inkább felakasztom magam kiejtések között van, szóval megkímélek titeket az angol nyelvtudásomtól. Illetve ebben az időszakban, 99-ben megjelent az első albuma a Chaotic Productionnek a kiadásában.
Az album címe megint itt van, köszönjétek meg szerintem, hogy nem mondom ki a neveket, illetve a címeket sem. Az első pár albumon még jobban érződik a black metal hangzás, viszont már itt is kísérleteztek már egy kicsit az avantgárd stílussal. Tehát én már az elején érződött ez az avantgárd, egy kicsit ki akart tűnni a hangzásvilágból, nem az a szokványos black metal szeretett volna lenni, mint a többi zenekar, hanem egy kicsit át akarta ezt variálni, egy kicsit sajátosabb hangzásvilágot, kicsit művészibb vonalat akart csinálni neki, ha már lehet ezt így művészinek mondani, kinek mi, én annak tartom, és szerintem egy egész jó hangzásvilága van neki. Őszintén szólva, nekem egy kicsit fura, én jobban szeretem a nyersebb black metalt, tehát mit mondtam én, a Mayhemnek a korai időszakát jobban szeretem, a Burzumnak még a nagyon korai időszakát is, a Dimmu Borgir, ezekre a hangzásvilágokra én jobban belül vagyok, de nem mondom azt, hogy rossz. Tehát aki szereti ezt a kicsit elvontabb black metalt, annak tudom ajánlani ugyanúgy az első három albumot, illetve ezek az albumok, ezek még csak angol nyelven jelentek meg, tehát az első hármat azt még csak angol nyelvűben lehetett hallani, akkor őt állt. Illetve ne hagyjam ki, hogy 2001-ben jelent meg még egy albuma angolul, ez a Mirka Cosmos címen. Ez még, mint mondtam, angol nyelvű, ugyanúgy black metal, és ugyanúgy még benne van az avantgárd hangzás. Itt még jóval black metalosabb hangzásokat mutat, viszont a következő album, ami 2004-ben jelent meg, ez már egy sokkal avantgárdabb és sokkal művészibb hangzásvilágot fog mutatni, és ezt fogja jellemezni Kátai Tamásnak a többi albumát, illetve művét. Itt már jóval, hogy is mondjam, művészibb, költői hangzásvilágot fogtok hallani, illetve maga a szövegvilág is jóval másabb lesz, mint a többi, és azt sem szabad kifejteni, hogy ezek az albumok már magyar nyelven lesznek hallhatóak, tehát az új albumaitok 2004-től kezdve egészen legújabb albumig, azok már csak magyar nyelven hallhatóak, és így is, és kihangsúlyozom, még így is a külföldi rajongói egyszerűen még most is imádják, de rengeteg külföldi rajongója van, Underground ilyen egyszerűen még mai napig az egyik legismertebb én szerintem. És ami a legmeglepőbb, hogy külföldi kiadónál van leszerződtetve, ami így magyar viszonylatban, úgy, hogy magyar nyelven adja elő, előadja, tehát mi egy szóló projektről beszélünk, így tudnám a legjobban behatárolni ezt, tehát úgymond előadja, egyszerűen páratlan. Nem találok még egy ilyen előadót, aki magyar nyelven a külföldi piacon tud úgymond dolgozni. És egyszerűen ez zseniális. Tehát én emelem kalapom Kátai Tamás előtt, hogy ezt is sikerült neki összehoznia. És csak remélem, hogy ez így tovább fog folytatódni. De elég a szó, tovább a videóhoz. Illetve azt sem szabad kihagyni, 2004-ben, mint mondtam, az első magyar nyelvű albuma jött ki, ami a Tűnő időtávlat címet viseli. Ezzel a lemezen azt kell tudni, hogy itt három verset dolgozott fel, ami valójában négy, csak ebből kettőt úgymond így egybe rakott, tehát ha úgy néz ki, akkor tényleg hármat. Ebből egy Radnóti Miklós, egy Ady Endre vers, illetve Vörös Sándornak kettő költeményét dolgozta föl. És mint mondtam, egyszerűen ebben az albumban már jóval avantgárdabb, jóval művészibb, jóval költészetibb a hangzás, viszont a black metalnak a tipikus jegyei még ugyanúgy érződnek. Az összes albumban ugyanúgy érződni fog a black metal hangzás világa, viszont ezt már inkább jó, sokkal művészibb, költészeti, versesebb, dallamosabban hozza ezeket át. Tehát aki picit is vevő az ilyen hangzásra, annak mondom, hogy tudom ajánlani.
én bennem nagyon furcsa érzéseket keltenek ezek a dalok, tehát nem tudom megmagyarázni. Mint mondtam, ezt a zenekart, tehát igen, mint mondtam, nem lehet, nem tudom jól megfogalmazni ezeket a szóló projekteket, mert ez mégiscsak ő, nem csak ő egymaga, hanem több vendéggel adja elő, amiről majd később. És aki tényleg mondom bevő erre, annak ajánlom, hogy hallgassa meg ezeket a dalait, illetve az albumait. Illetve, amit nem szabad kihagyni ebből az albumból, hogy a harmadik albumot, tehát ez a Tűnőtádat, azt kell tudni, hogy ez viszont már szerzői kiadásban jelent meg. A Chaotic Production az már ilyen ekkor már megszűnt, így csak szerzői kiadásban tudta megjeleníteni, vagy pontosabban kiadni már Kátai Tamás. De hogyha véletlen találtok esetleg albumot, akkor azt becsüljétek meg. Az eredeti, akkori készen 4-es kiadást, mert nem sok darab készült belőle. És most pedig jön a következő album, ami 2009-ben jelent meg a Rókahasa Rádió címen. Igen, elég érdekes címei vannak az albumoknak, de nyugodjatok meg, lehet majd követni ezeket, és már sokat a könnyebb címeket adott már neki a művész úr. Nos, mit kell tudni erről az albumra? Erről azt kell tudni, hogy ez, mint mondtam, 2009-ben jelent meg, viszont ez már egy kiadónál, a Cseh Epidemic kiadónál jelent meg, amit aztán később az orosz, ha jól eltem ki, Soyuz Music licenszelt. Tehát igen, itt már egy kicsit azért érződik már, hogy a külföldi piacnak sokkal jobban tetszik ez a hangzásvilág. Na, itt viszont már a hangzása javalta brutálisabbat készített neki, viszont itt is olyan dolgokat lehet hallani, hogy wow, egyszerűen csak wow. Én mindig kerestem az államot, a hangzásvilág egyszerűen valami brutális, maga a művészi része az még mindig zseni, és itt viszont rengeteg vendég énekes, zenész játszik benne, tehát a csellótól kezdve a hegedűsen át, a basszusgitároson át kb. Mindenkik előadó, amiket sajnos fejből így nem tudok, viszont felírtam magamnak, szóval bocsássatok meg, most egy kicsit puskáznom is kell, hogy tudjam nektek, mert itt rengeteg előadó van, tehát ilyen például Bakos Attila énektéren, Tóth Ágnes énekes, Herman Balázs, aki basszusgitáron, Kónya Zoltán, gitáros, és még lehetne még tovább sorolni, de szerintem fölösleges. Így is annyi zenész van minden albumon, hogy szerintem egy egész estés videó nem lenne elég, hogy én azt felsoroljam nektek. De így mondtam, 2009, Róka, Hasa Rádió, ez már egy picit brutálisabb hangzást adott, viszont az avantgárd az még mindig érződik benne. Nekem őszintén szóval ez az egyik kedvenc album, nem a legjobb album, én azt mondom, nem ez a legjobb album. Nekem egy másik album mind nagyon tetszik, és az lesz a következő album, amiről most fogok beszélni, az pedig nem más, mint a 2011-es rengeteg album. Itt mondtam, 2011-ben a rengeteg album megjelent, ami a Rókahasa Rádiónak a folytatását prezentálja, viszont hogy tudnám ezt jól fogalmazni, ami kicsit a hangzásvilágot, illetve a témát is tovább fokozza. Na, ebben az albumban azt kell tudni, hogy itt jobban kiteljesedik maga a természet, a naturális hangzásvilág, tehát itt tényleg az avantgárd hangzás, ami úgymond jobban érződik, jobban hallható, de a black metal jegyek még, mint mondtam, ugyanúgy érződni fognak benne. Tehát egyszerűen annyit tudnék mondani, hogy aki ezt a természeti hangzást keresi,
annak tudom ajánlani a rengeteg albumot. És nem véletlenül a hangsúly szavazáson az év albumának szavazták meg. Szerintem egyértelműen tényleg 2011-es év legjobb albuma magyar viszonylatban, külföldi viszonylatban is szerintem. Még egy ilyen albumot én még nem találtam ilyen téren. Aki tényleg szereti ezt a kicsit ilyen természeti világban hallható részeket, annak tudom ajánlani. És Osha az egyik érdekesebb albuma, ami 15-ben a Jól ejtem ki, a Zsgúr album, amit viszont Makón és Skóciában lett fővéve. Ugyanis egy időben Kátai kiment Skóciában, és ott is vette föl az albumnak a nagy részét. Ez a Zsgúr, ez egy skót gírnyelven hegycsúcsot jelent, ha jól néztem. Utána nem tudok skótul, szóval elnézést kérek, hogyha rosszul ejtettem ki. Hú, hát ezzel az albummal hatilában állok, mert őszintén jó, de nem tudom, nekem annyira nem lett egy szimpatikus. És miért bárki azt mondja, nem szar, mert tényleg jó, csak nekem egyszerűen sem ez, sem pedig a 18-as albuma egyszerűen nem fogott meg engem annyira, hogy tényleg azt mondjam, hogy ez hogy pont ez kellett nekem. Hogy pont ez az, ami tényleg így number one. Nem tudom, akkor rengeteg után ez a Skúr album kicsit fura volt. De próbálkozott, nem én voltam erre a közönsége, és ezt tiszteletbe tartom. Ugyanúgy hallatszódik az ő sajátos hangzásvilága, viszont nem tudom, nekem egyszerűen így nem jött át. Ez az album kivételesen nem jött át, a 18-as meg pláne nem jött át, az már nekem tényleg annyira elvont volt, hogy néztem, hogy oké, rendben, köszönjük, de ez van, valakinek tetszett, nekem annyira nem, viszont azt elismerem, hogy tényleg a toppon ott van a hangzás világa, csak nekem valami nem jött be, előfordulhat. De akinek tetszik, azt hallgassa meg. De a 18-os albumot még nem, előtte még a 16-os meta albumról is szót kell említeni, ami ugyanúgy magyar, ugyanúgy avantgárd, ugyanúgy egy kicsit blackesebb, tehát mit kell éppen álltassam magam. Tehát itt is rengeteg előadó, de tényleg rengeteg előadó közreműködik, és megint nem jegyeztem meg őket, és nem is fogom tudni megjegyezni őket, mert szar a némemóriám, bocsánatot kérek elő is. Így, ha megbocsátatok, most puskáznunk kell megint, mert itt is tényleg rengeteg közreműködő. Itt is Bakos Attila, mint énektéren, cellóban például Csele Judit hallható, női énekben Tóth Ágnes hallható, énekben például még ott van Kónya Zoltán, Fagarasi Orsolya, tiszta férfi hangban például Vasvári Gyula, illetve még férfi hangban pedig Lédeci Lambert, remélem jól ejtem ki a nevét, elnézést kérek, hogyha rosszul ejtettem ki. A meta albumról túl sokat nem kell elmondjak, egyszerűen akinek tetszik, hallgassa meg. Én személy szerint nekem ez az album ez így egy kicsit könnyedebb felüdülés volt a Zsgúr album után. Mert nem tudom, mint mondtam, egyszerűen az nekem nem jött be. A meta az már inkább jobban tetszett nekem. Az egy picit, hát hogy is mondjam, brutálisabb volt nekem a hangzás világa. Jobban megfogott, mint a Zsgúrnak. De, mint mondtam, ízések is pofonok, tehát mondjuk úgy én, mint mondtam, jobban szeretem a nyersebb hangzásvilágokat, mint ezeket a nagyon elvontat, de valamiért pont ez a zenekar, ami megfogott engem. És beszéljünk most már egyben az utolsó két albumról.
az utolsó előtti album, ami még kijött, az 18-ban a Geometria album. Hú, na hát ez az album. Hát, érdekes volt ez is. Ugyanaz volt az érzésem, mint a Zsgúrnál. Tehát, itt ebben minden van. Tehát a jazztől kezdve egészen az avantgárdon, a tényleg nagyon brutál avantgárdon át minden hallható. A természettől, a városi hangzáson át, nem tudtam hova tenni. Tényleg jó egyszerűen, tényleg Kátai Tamás hangzás, tényleg avantgárd. A Black az már picit elenyészűben van ebben az albumban, tehát itt már jó volt a művészi, tehát sokkal a művészibb. Nekem valamiért pont ez nem tetszett benne. Egyszerűen, hogy én szerintem egy picit túl van tolva, de elismerem, hogy tényleg jó lett, a saját nemében egyszerűen zseniális. Az, hogy engem nem fogott meg, az az én egyéni problémám, tehát mint mai szokás ízlések is pofon. Illetve ne felejtsem el az egyik legjobb albumát, ami kijött, az a 2020-as Naiv album. Hú, gyerekek, végighallgattam. Kerestem az államot egyszerűen, hogy ez mi? Ez hogy? Tehát... ez egy zseniális, tehát nekem nagyon tetszett az új album. A népi magyar hangzás ugyanúgy hallatszódik benne, a black metal hangzás már egy picit jobban hallatszódik benne, avantgárdnak még mindig avantgárd, egy kicsit, viszont... gyerekek, Horváth Veronikának a hangját egyszerűen meghallottam, és így... ez mi? De nem kezdtem, nem mondjuk semmit, inkább csak hallgassátok és figyeljétek! Vagy fehérem, magam a fénybe ölöm. Szóval egyszerűen meghallottam Horváth Veronikának a hangját, én kerestem az államat. Egyszerűen ennél jobb énekhangot nem lehetett volna ez a dalhoz találni. És... egyszerűen... fú... itt tényleg éreztem azt az érzést, amit mondtam nektek a videóban. A honvágyat, a... egyszerűen... a... hát nem is tudom. Nem tudom hova tenni ezeket az érzéseket, amiket adtam. És egyszerűen a Naiv albumot, aki tudja, az hallgassa meg, egyszerűen tényleg jó lett. Imádom. És elékeztünk a videó végéhez, de miatt még befejezném a videót. Mint hallatjátok, én nem egy kritikus vagyok, én egy rajongó vagyok. Ami tény és való, hogy én rajongó vagyok. De nekem nem az a célom, hogy megmondjam, hogy mi a jó, mi a rossz, mi szar, mi nem szar. Nekem csak az a célom, hogy ezeket a zenekarokat megismerjék, meghallgassák, és mondjanak róluk egy véleményt. Mert az a gond, hogy a mai világban már lassan csak azt veszem észre, hogy azt hallgatja az ember, amit elé tesznek. Ha egy tányér szart kell egyél, akkor azt kell, hogy edd. Ha viszont egy ötfogásos vacsorát is tudnál választani, akkor miért ne választanád azt? Tehát ne csak azt tegyük, amit elénk tesznek. Keresgéljünk, keressük meg azokat a hangzásvilágokat, azokat a zenei stílusokat, ami tetszik nekünk. Én is ezért csöppentem bele ebbe a világba. Kerestem azt a zenei műfajt, ami tényleg tetszett, aminek van valami mozgatórugója. És megtaláltam. A rock, a metal, a punk, és még az egyéb műfajok, amiket most nem fogok felsorolni egyszerűen, úgy meghatározták az életemet, hogy ezzel foglalkozzak, a zenei világgal. Tehát lehet, hogy nem én vagyok az, aki megmondja, hogy melyik a jó album, lehet, hogy nem nekem kell megmondani, hogy melyik zenekart hallgassátok,
én csak annyit szeretnék, hogy megismerjétek ezeket a zenekarokat, hogy egy kicsit nézzetek utána, hogy miről szólnak, mit akarnak mondani, kik ők valójában. Tehát, ha egy embernek megtalálom ezt a zenekart, már annak örülök. És örültem, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor remélem tudjátok mi a dolgotok. Nem soká készíteni fogok még egy zenekar bemutatást, ha minden igaz, az már az Aggregátor zenekar lesz, ami egy magyar melodic death metal zenekar. Köszi a figyelmet, szevasztok! Tűvébe. De folytatás következik. Ezt kivágom. Tűvébe.